Nem tudom, mit csináljak. Az egyetemi évek alatt elmentem vidékre koleszba. Utána nyertem egy ösztöndíjat, és elmentem egy évre külföldre. Hazajöttem, azt hittem, hogy új életet kezdhetek, van diplomám, van szakmám, van párom. Erre anyám még előállnak azzal, hogy kialakítottak nekem egy remek saját lakrészt a házban. De el akarok költözni, nem akarok oda-vissza menni. De egyszerűen nem hallja meg. Bármennyiszer elmondtam neki, hogy anya, elköltözöm, keresek egy albérletet, elmegyek. Meg se hallja. Nem akarja tudomásul venni. Nem tudom, hogy mit csináljak. Életképtelen. Én csak ennyit mondok. Nincs kitartása, nem tud beleállni a dolgokba. Mindenbe belekap, egyszer itt van, egyszer ott van, egyszer kollégium, egyszer külföld, hát egyikbe sem marad benne sokáig. Egy év után hazajött például külföldről is. Én mondtam neki előre, hogy szerintem ez nem neked való. Szerintem maradj itt, itt biztos helyed van, megcsináljuk neked szépen a felső részt. Csak nyugodtan, csak óvatosan. Hát látom, hogy életképtelen. Hát hogyha én nem főzök neki, akkor mit eszik? Bementem a múltkor a kollégiumba, aztán mindent hazahoztam és kimostam, és hogyha én nem mosok rá, akkor még ruhája sincs rendes. Úgyhogy szépen ott van a felső szinten. Jó, hogyha én egy kicsit rajta tartom a szemem, talán egy kicsit tudom egyengetni az útját ezzel a lánnyal. Ő is megnyugszik, én is megnyugszom, talán a lány is itt marad. Mindenkinek ez a legjobb. És délben meg együtt ebédelünk. Dr. Lukács Lizával beszélgetünk a kötődési stílusokról. Liza, a kötődéshez hozzákapcsolódik az elengedés, elválás is, gondolom, mint téma, mégis talán kevésbé kötjük ezeket össze, hogy miért olyan nehéz bizonyos karaktereknek, bizonyos embereknek elengedni akár a saját gyerekeket. A jelenet alapján mit látsz ebben az anyakarakterben? Valóban a kötődés és a leválás az gyakorlatilag ugyanannak a lélektani folyamatnak az egyik és a másik oldala, és ebből adódik az is, hogy ha a kötődés nem biztonságos, akkor nehezített lesz a leválás is, sőt, csak elszakadással valósulhat meg, ami egy másik folyamat, nem szinonimálja egymásnak ez a kettő. Leválással ugyanis folyamatosan megérünk arra, hogy eltávolodjunk bizonyos emberektől, helyzetektől, nagyobb lesz az önállóságunk, kialakítunk olyan készségeket, ilyen például az érzelmi önszabályozás, a stabil belső biztonságérzet, az önazonosság, identitásérzet, amelyekre szükségünk lesz ahhoz, hogy később önállóan is sikeresek legyünk, meg tudjunk küzdeni az élet különböző kihívásaival. De hogyha a kötődésünk az bizonytalan alapokra épül, és később sem dolgozzuk át ezeket, akkor ezek nagyon nehezek lesznek, mivel hogy nincsen hozzá lélektani muníciónk. Amit itt láttunk, abban nagyon fontos az, hogy a leváláshoz mindig kooperálnia kell egymással a szülőnek és a már nagykorú gyermeknek. Itt ennél az anyánál az volt feltűnő, ami egy nagyon fontos dolog, hogy ha az anya nem tudja elkülöníteni a saját szükségleteit a gyermek szükségleteitől, a saját vágyait a gyermek vágyaitól, akkor így fog összecsúszni, ahogy láttuk. Azt hiszi, hogy a gyerek nélküle életképtelen lesz, nem fog tudni megállni a saját lábán, és ezért gyakorlatilag élethosszig valahogy egymás mellett kell maradniuk, mert így vannak biztonságban. Ugye azt mondja, hogy a gyermek így van biztonságban, de nem, valójában ő is így érzi magát biztonságban, illetve így érzi biztonságban a gyermekét, tehát nem kell szorongania. Na most ebből a kurszóban láthatjuk, hogy tehát akkor az ő kötődése, az valamelyik szorongó fajta lesz. Nagy valószínűséggel a szorongó ambivalens kötődés egyeit láthattuk az anyán. Azt láttuk, hogy valóban bizonytalanul kötődő édesanyáról van szó, hogy ez egy családi rendszer, akkor valószínűleg ugyanúgy a gyerek és a szülő egy korábbi stílusán kell mind a kettőknek valahogy átlendülnie valószínűleg, hiszen eddig is volt egy egymáshoz kötődő viszonyuk. Amiből persze azzal, hogy felnő egy gyerek, hogy külföldre megy, hogy vidékre megy, hogy más világot lát, sokat változhat, és akkor
visszacsöppen, mert ugyanabban a családi rendszerben már nem találja magát, valahogy komfortosan nem érzi magát ott. Hát igen, de ez nagyon fontos, hogy attól, hogy lélektanilag vagy akár fizikailag távol kerülnek egymástól, elköltözik, messze költözik külföldre, attól még nem, abból még nem lesz leválás, attól egy távolságképzés lesz. De biztonságérzet az egyiküknél sem alakul ki, csak pusztán emiatt. És nagyon fontos az, hogy az anyának is problémás a biztonságérzete, ami nehezíteni fogja a gyermek leválását. A pszichológiában egyébként létezik egy ilyen alapvetés, ezt jó megjegyezni, hogy egy gyerek akkor tud leválni, hogyha a szüleit biztonságban tudja. És hogyha ő azt látja, hogy anya, vagy apa, vagy mindketten elmagányosodnak, szomorúak lesznek, nem tudnak egymással mit kezdeni, hogyha ő kiröpül, akkor az a gyerek azt fogja érezni, hogy neki maradnia kell. Nagyon szépen köszönöm. Nagyon érdekes, hogy a kötődési stílusok egyben a leválással hogyan vannak kapcsolatban. Hú, még ezer kérdés van, de azt hiszem, hogy erre a könyvből megtaláljuk a válaszokat. Nagyon szépen köszönjük. Dr. Lukács Lizával beszélgettünk a kötődési stílusokról, elválásról, leválásról.